Lali vagyok, szevasztok! Ismét köszöntelek titeket egy tipikusan rám jellemző karácsonyi Lali's Games résszel. A sorozat 11 éves fennállása óta ez a harmadik karácsonyi rész, és mint eddig megszokhattátok, a most bemutatásra szánt játéknak még érintőlegesen sem lesz köze a szentestéhez. Hogy őszinte legyek, az egyetlen releváns dolog benne az az, hogy van benne hó. Na de hát ezért szeretitek a videóimat, nem? Minden más normális videós ilyenkor előszed valamilyen télapós vagy ténylegesen karácsonyi témájú játékot, én meg örülök, ha nem másfél hónap késéssel január közepén rakom fel ezt a videót. Istenem, hogy lehetek ekkora bab... Szóval ez a Pilot Down Behind Enemy Lines, és kezdjük el a legszembetűnőbb dologgal, ez a játék mintha az Airborne Troops ikertestvére lenne. Ugyanúgy TPS, ugyanúgy második világháború, ugyanúgy Normandia és Francia la Résistance, ugyanúgy rajzolt átvezetők, ugyanúgy rajzfilmszerű karakterek, ugyanúgy inkább lopakodás, mint rambózás, ugyanúgy nyomorult cross-platform fejlesztés, de még a fejlesztő neve és kiadási éve is majdnem ugyanaz. Az Airborne Troops-ot egy bizonyos Wide Screen Games fejlesztette 2004-ben, a Pilot Down pedig a screen nélküli Wide Games 2005-ben. A történet is hasonló, 1943-ban Bill Foster másodpilóta a Liberty Bell bombázóval együtt kényszerleszállásra kényszerül a német-francia határ közelében, mivel hát szafatokra lövik őket a németek, és innentől kellene legalábbis semleges területen menekülnie, lehetőleg minél több testrészével együtt. A történetet képregényes átvezetőkből tudjuk meg, ezek ugyan költséghatékony megoldásnak számítanak, de őszintén szuper jól néz ki mindegyik, szerintem ezek szebbek, mint maga a játék, de akkor ezt bizonyítsam is be. Nos, ez maga a játék, így néz ki. Az Airborne Troops egy fokkal szebb volt ugyanis, talán tudjátok, hogy nem vagyok egy olyan ember, aki a grafikára túlságosan háklis lenne, de... Ja, sokan kérdeztétek már az évek során, hogy miért nem szeretem a konzolos játékokat, pontosabban ezeket a cross-platform fejlesztéseket. Nos, a grafika a number one kifogásom, és ez a játék kiválóan szemlélteti ezt. 2005-öt írtunk ekkor emberek, és akkor itt egy játék minimális fényeléssel, arcpirítóan alacsony felbontású mosottas textúrákkal. Nézzétek meg a katonák ruháit, annyira makulátlan és steril minden, hogy hihetetlen. És mi ennek az oka? Az, hogy a PlayStation 2 ennyien szólva is a kiadása szánt platformok között volt, és hát eddigre az már eléggé fáradtnak számított. Na és ezért haragszom ezekre a cross-platform játékokra, mert a nyomorult konzolok miatt kellett ebben az érában nagyon sok játék grafikáját ilyen szinten lebutítani. Mára-mára PS4 felett is eljárt az idő, de ez a tendencia pont az ellenkezőjére fordult, és a Next Gen konzolok grafikája olyan, hogy egy izmos PC is vért izzadna alattuk, de a mai játékok miatt engem ez már nem is nagyon érdekel. Másrészt örülök, hogy így az elején sikerült kiparaszkodnom magamat, ugyanis az a szerencsés helyzet áll fenn a Pilot Down esetében, hogy a csúnyáska grafika ellenére a játékmenet és hangulat igencsak finom. Na de miről is van szó? Röviden a túlélésről. Kezdetben itt vagyunk minden nélkül, és el kellene indulni valamerre. Van egy iránytűnk, amit őszintén csak eme videó scriptjének megírása közben vettem észre, annyira nem tűnt fel játék közben. Vagyis hát elég sokszor eltűnt játék közben. Az életerőcsík mellett van egy kék stamina csíkunk is, ami kültéren a hideg miatt folyamatosan csökken. Extrém körülmények között, például hóviharban, vagy éppen derékig gázolva a jéghideg vízben, ez értelemszerűen baromi gyors ütemben fog csökkenni. Ezt a csíkot feltölthetjük tábortüzeknél vagy kályháknál melegedve, de beltéren legalábbis nem csökken tovább alapból. Ezen kívül különféle ételeket elfogyasztva is visszatölthetjük a staminát, sőt papíron az éhség miatt is csökken a csík, de ezt gyakorlatban sosem tapasztaltam. Érdekesség, hogy életerőt viszont nem töltenek vissza az ételek. A közeli házakból vagy piacról ellophatunk kenyeret, sajtot vagy almákat, de olykor találunk elejtett nyulakat, sőt ha találunk zsineget és horgot, akkor adott helyeken horgászhatunk is, ami tudomásom szerint végtelen mennyiségű halat jelent. Ezeket bartosista módon megehetjük nyersen is, de a tűznél még meg is süthetjük őket. Sajnos a végtelen mennyiségű hal csak addig hangzik jól, amíg rá nem jövünk, hogy a hátizsákunk sajnos nem feneketlen, így klasszikus survival horror módon az inventorinkat is mikromanedzselni kell. Azt a mindenit, ez egy igen magyaros mondat lett. A hideget és éhséget túlélni önmagában is elég nehéz lenne, de errefelé még vadon élő német katonák is előfordulnak, akik általában falkába verődve vadásznak, sőt néha még táborhelyeket és bázisokat sem általnak létesíteni.
Tekintve, hogy eleinte konkrétan még fegyverünk sincsen, a statisztikák azt mutatják, hogy egy lezuhant, átfagyott, fegyvertelen másodpilótának nem sok esélye van a nagyon patent és kipihent nácik ellen, legalábbis szemtől szembe. Itt jön a képbe a lopakodás. A szemkontaktus elkerülésen kívül lépéseink zajára kell csak odafigyelni, és ha sikerre járunk, akkor hátulról megölelhetjük a szeretetre éhes magányos bakákat, és addig suttoghatunk szerelmes szavakat a fülükbe, amíg ők teljesen elájulnak a gyönyörtől. Na de viccen kívül, ami az Airborne Troopsban a késelés volt, az itt a folytogatás. Kicsit fura megoldás, hogy a balegérgomb nyomva tartásával megy az ölelés, az E-gombot pedig püfölhetjük, hogy minél hamarabb elaludjon a kis Balázs. Ha nem engedjük el az egérgombot, akkor egyből inverse tangózhatunk is velük. A testek hiányzó kollizsonyét kihasználva elég effektíven elrejthetjük a hullákat, bár volt olyan, amikor pont egy ilyen falon átlógó hulla miatt buktam le, szóval csak ésszel. A Commandos Paradoxon félig jelen van, sajnos késünk nincsen, viszont felvehetünk doboz cigiket, amiket lerakva a következő paciens vakon elindul annak irányába. Ennek van egy agresszívebb változata, a jelzőfény, ami pár másodperc után felrobban, de ez túl indiszkrét volt számomra, úgyhogy sosem használtam. És ha már Commandos, egyes helyeken a zene kísértetésen hasonlított a klasszikus Matteo Pascual féle mesterművekre, ami kellemes nosztalgia könycseppeket hullajtatott velem. Robbie, you say I'm much more emotionally vulnerable than I thought I was. But then, no matter what my state, I am very, very vulnerable to songs like this. Ha minden kötél szakad, természetesen lövöldözni is lehet, sőt kell is. Akárcsak az Airborne Troopsban, a játék úgy próbálja előnyben részesíteni a lopakodást, hogy képzett katona létünk ellenére minden fegyverrel amatőr módjára célzunk. Ez azt jelenti, hogy vagy hatalmas a szórása a gépfegyvernek, vagy több időbe telik, mire pontosabban célba tudjuk venni az ellenfeleket. Kivéve az egyetlen nem német fegyvert, a Colt pisztolyt, amivel alapból brutál pontosan fogunk lőni, cserébe viszont a lőszerellátás lesz konkrétan nulla, mert ugyebár a nácik relatíve kevés 45-ös ACP töltényt hordtak maguknál, úgyhogy itt a nulla felvető lőszer tényleg nullának értsétek. Épp ezért kénytelenek leszünk a jó öreg Walther P38-as, Mausert, MP40-es, vagy később STG44-es használnunk. Sajnos az ellenfelektől sem fegyver, sem lőszert nem vehetünk fel, ami ugyan pofon a realizmusnak, viszont ez megment minket attól, hogy végigrambózzunk a pályákon. Ugyanez a helyzet a fegyverek már említett szórásával, az SMG-vel elég nagy kihívás távolra pontosan lőni, a Mauser puska pedig a játék legócskább fegyvere. Annak ellenére, hogy ezzel FPS nézetből célozhatunk, és annak ellenére, hogy ezt akár távcsővel együtt is megtehetjük, néha sikerre járhatsz, de a legtöbbször egyszerűen nem lehet eltalálni az ellenfeleket. Ez nem a célkereszt imbolygása miatt van, hanem ez az igen rövid hatótávnak köszönhető. Nyilván ez lenne a célja egy távcsőves puskának, de itt ez nem így működik, úgyhogy sokszor a pisztollyal jobban járunk. És ez nem vicc, onnantól, hogy megtaláljuk a hangtompítót a P38-ashoz, onnantól szinte a játék végét leszámítva felesleges pisztolylőszeren kívül bármilyen más lőszert és fegyvert magunknál tartani, és ez még csak a kezdet, de erről mindjárt bővebben. Egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokszor a pisztollyal is falsokat lőhetünk, de ez leginkább a továbbra is hibás collisionnek köszönhető. A lövések néha fennakadnak láthatatlan kiszögellésekben, falakban, főleg létráknál és fedezékek sarkainál jellemző ez, de nem túl sűrűn fordult elő. Az ellenség mesterséges intelligenciája, hogy is mondjam, eléggé korlátozott. Ez vonatkozik a látómezőjükre, hallásukra és a logikájukra. A rövid látásuk miatt néha elég bizarr helyzetek alakulhatnak ki, de igazából ez csak az előnyünkre válik. Sokszor viszont nem, ilyen helyzetekben például, hogyha nem vagyunk fedezékben, akkor simán észrevesznek minket, valamiért. Ráadásul a hang is érdekesen terjed, legtöbbször a lövés hangokat csak a kb. 5 méteres rádiuszban lévők hallják meg, pár méterrel vagy egy kanyarral arrébb, mintha mi sem történt volna. A földön fekvő társaikat mindig kínos óvatossággal közelítik meg, már ha egyáltalán foglalkoznak ilyen bagatell dolgokkal. A Commandosnál megszokott rangbéli besorolás itt teljesen mindegy, egy sima falonkopogással vagy cigivel ugyanúgy elcsalhatjuk a tiszteket is, és kivétel nélkül mindig bedőlnek ennek a trükknek.
Néhány pályán civilekkel is összefutunk, akiket persze megölni nem lehet, és őszintén szóval nagyon nem is nehezítik a dolgunkat. Ha mindent jól csinálunk, akkor rohangálatnak őrök után kiáltozva, max majd meglepődnek, hogy már mindenki halott. Ellenben szerencsére nem kötelező eltenni minden ellenfelet lábbalól, a küldetéseink fő feladatai ennél jóval változatosabbak. Oké, általában egyik helyről kell eljutni a másikba, de ez mindenféle akadályokat kell leküzdjünk. Például farönkkel kell kaput kidönteni, egy daru segítségével felszökni a lezárt hídra, hóviarban menedéket keresni, vasúti munkásnak álcázva felszökni egy vonatra, vagy a hírhedt Siegfried vonalon átszökni. Ezek mellett minden pályán van egy másodlagos feladatunk, amiről eleinte nem is tudunk, csak menet közben akadunk rájuk. Ezek közül párat már láttunk más játékokban is, például szabotáljuk a légvédelmi ágyukat, tankokat vagy a robbanószergyárat, de vannak egyedibb és néha konkrétan poénos dolgok is, ilyen például amikor a vasúti sinekkel machinálva a lőszer helyett a megromlott káposztát küldjük ki a frontra, a Führer vadiúj autóját ejtjük be a vízbe, vagy a lezuhant gépünket égetjük fel, hogy minél kevesebb jusson belőle a németek kezére. Az összes feladatra jellemzők a kalandjátékos elemek, például a hídra úgy juthatunk fel, hogy egy közelben lévő daru segítségével a konténerekből építünk utat magunknak. De a daruhoz tartozó kulcsot például egy zsineg és horog segítségével kell az egyik épületből kihorgásznunk. Vagy a németek téli utánpótlását kell a tűzoltórendszer segítségével tönkre tegyük, ez azonban először szenet kell szereznünk, amivel begyújtjuk a kazánt, ettől felmelegszik a befagyott csőrendszer, és csak ezek után tudjuk megnyitni a csapot. Hogy ezekre rájöjjünk, nem kell túl nagy detektívnek lenni, eléggé egyértelműek, kivéve egyet, amikor a Siegfried vonal végén ki kell szivattyúzni a jéghideg vizet az egyik árokból, de utána sajnos nem egyértelmű, hogy mit is kell csinálni. Nos, bele kell ugranunk, és egy teljesen jelöletlen kis járatot kell szabaddá tennünk, amin keresztül kimenekülhetünk. Egyébként, ha látjuk már, hogy az átlagnál picit több időt kell majd vízben töltenünk, akkor érdemes keresni egy üveg brandit, ez ugyanis ideiglenesen megállítja a stamina csökkenését. Ilyen módon az alternatív utakat kihasználva jó pár ellenfél könnyedén kikerülhető, és hasonló elven működik a morfium is, ez persze a bekapott sebzést csökkenti, de mind a brandy, mind a morfium elég ritka madár egyébként. Ezen kívül minden pályán található három elrejtett aranytrófea is, ezek általában igen jól el vannak dugva, sokszor kifejezetten rohadék helyekre. A legdurvább talán ismét a Siegfried vonal végén lévő, itt alapból puskával lőnek ránk mindkét oldalról, és már itt mehetnénk a küldetés végéhez, de ha kell ez a harmadik trófea is, akkor még előtte a totál másik végbe is el kell néznünk, mert az valahol ott van elrejtve. Na de miért is érdemes ezeket begyűjteni, illetve a másodlagos feladatokat megoldani? Nos, mindkettőért, illetve természetesen a fő feladataink után is kapunk tapasztalati pontokat, amiket két pálya között költhetünk el. Itt növelhetjük a háromféle fegyvertípussal való célzást, életerőnket, staminánkat, a hátizsákunk méretét, a medikitek, illetve a folytogatás hatékonyságát, illetve csökkenthetjük a lépéseink zaját. Protipként én azt tanácsolnám, hogy mindenekelőtt a csendesebb közlekedést, a pisztolyt és a staminát fejlesszétek ki. A folytogatás nagyjából addig lesz képben csak, amíg meg nem találjuk az első hangtompítónkat, a puskára pedig akár egyetlen pontot tenni és pazarlása már említett hatótáv gondok miatt. A stamina fejlesztését nyilván nem kell nagyon ecsetelni, későbbi pályák szinte lehetetlenek kimaxolt stamina nélkül, és még annyit is elárulok, hogy a pisztolyt elég az utolsó előtti szintre fejleszteni csak, ugyanis e között és a kimaxolt között minimális a különbség. De a legdurvább és igazából a játékmenet szempontjából legfontosabb upgrade az a lépéshang. Guggolva ugyebár egyáltalán nem hallanak minket közeledni, sétálva és futva viszont elég hamar lebukunk. Ahogy fejlesztjük ezt a képességet, annál csendesebbek leszünk, viszont maxra fejlesztve konkrétan sosem kell lopakodnunk majd. Akár ropogó hóban is mögéjük szaladhatunk, anélkül, hogy gyanút fognának. Ez kombinálva a pontosabb és gyorsabb pisztolycélzással, hangtompítóval és a rengeteg pisztolylőszerrel a játék felétől kb. Majdhogynem kihívástalanná teszi a pályákat. Nem kell többé időzítenünk, figyelni az őrök mozgását, minek is berohansz, fejlővés, run and gun és ennyi. Ha tudatosan erre építesz, a negyedik pályát már úgy tudod kezdeni, hogy már csak meg kell találni a hangtompítót az első épületben, és onnantól megállíthatatlan csendes terminátor vagy. Mondhatni gamebreaking és OP fejlesztés, ami ráadásul megöli ezt a maradék realizmust is, de megmondom őszintén, egy olyan játékban, ahol pálya közben nem lehet menteni, ez már nem is annyira zavart. Ja, mert hogy csak a pályák között lehet menteni, ismét köszönöm szépen a konzolos fasságot, hogy még egy rohadt checkpointot sem lehetett betenni félútra. Annyira nem vészes a helyzet itt amúgy, mint az Airborne Troopsban, tehát itt ha lebukunk, akkor nem lesznek végtelen számban termő németek, és a fedezékrendszert ha kihasználod, akkor elég nehéz meghalni, de ez néha sikerül, és a legtöbb pálya azért egy jó 15-20 percet igénybe vesz, és elég ciki a vége előtt nem sokkal kidőlni. Jól vagyok, ez semmiség. Velem senki sem szórakozhat.
Az már más kérdés, hogy a játék újrakezdéseknél vagy néha küldetések közben is szeret kifagyni, de ez nem annyira sűrűn fordult elő szerencsére. Ára, getszik itt, bazd meg! A játék egyik pályáján, illetve egy későbbi pálya egyik szakaszán német áruhában kell közlekednünk. Aki játszott a Hitman 2-vel, és itt már ki kell emeljem, hogy a Silent Assassin-ra gondolok 2002-ből, aki nem tudja mi, az közlöm, hogy túlságosan fiatal vagy és nyomás kipróbálni, szóval a Hitman 2-féle mechanizmus van itt is jelen. Ha szaladunk vagy akár csak legugolunk, gyanúsak vagyunk. Ha fegyver van nálunk, gyanúsak vagyunk. Ezt még a sima vasúti munkásnál megértem, de hogy német egyenruhában miért nem lett nálunk gépfegyver, az már kérdéses. A tisztek természetesen lebuktatnak minket, akármit is csinálunk, úgyhogy őket vagy csendben el kell intézni, vagy pedig néhol ilyen bőrleszbe illő megoldásokkal kell tovább haladjunk. Csak ezeken a pályákon lehet riadó egyébként, ilyenkor a pálya túlfelén lévő ellenfelek is tudni fogják, hogy konkrétan mi vagyunk az áruhás gyilkosok. A második áruhás résznél egyébként kétféle megoldással haladhatunk tovább. Ha sikerül megőriznünk az álcánkat, akkor az ellopott eltávos papírokat kell lepecsételnünk, majd hanyag eleganciával kisétálunk az erődből. BTF-ként pedig ott van egy szép kötek dinamit. Amúgy az érdekes logika, hogy ennyi idő után főhősünk miért nem cserélte le az azóta 900-szor szarrázott ruháját. Na mondjuk amennyire Bad Luck Brian szegény, amint német uniformisban elhagyja a bázist, a legelső dolog, ami történik vele, hogy egy angol vadászgép őt veszi célba, a második pedig, hogy véletlenül a francia ellenállás tagjaiba botlik bele egy templomban, de ez már az utolsó előtti pályák sztoria. Amik mint olyanok egész kellemesek lettek. Itt már ilyen statokkal gyerekjáték az egész, sőt a végén még társunkat is kiszabadíthatjuk. A Bermuda szindróm óta tudom, hogy a szövetséges pilóták kemény arcok, ezt itt Tom kollega is bebizonyította, mégpedig egy hatalmas poénbomba elejtésével. The resistance are gonna get us out of here. Can you walk? Foster, you're a sight for sore eyes. Gotti! Gotti! Szóval itt a legvégén a futószalagon érkező tucatnyi német katona lelövése után már csak meg kell várjuk, míg a kolléga analóg módon meghekkeli a kaput, és jön az utolsó pálya, ami... erre megmondom őszintén, nem számítottam. Már csak azért sem, mert azt a részt, hogy hogyan szereztük meg a repülőt, azt egy átvezetőben csak így lerendezték, pedig totál izgalmasnak tűnt az alapján. Szóval itt csak lődözzük a ránk támadó német vadászgépeket, kollégánk további elszórt humorbombonjai közepette. Ja, jó van, oké, okay, figyelj, akkor lerakom a telót, és most már inkább lőni fogom a gépeket. Jó, bocsi, ne haragudj. Yeah, got him! Got him! A végén pedig a játék eleje óta minket üldöző német szuperszár nemezisünk környékhez meg egy sugárhajtású svalbéval, de hát őt is csak lelőjük, mert hát így kell. A játéknak vége is, de az utolsó pálya utáni mentés betöltve észrevehetjük, hogy újra kezdhetjük a játékot egyfajta New Game Plus elven, az összes megszerzett pontunkat megtartva. A játék modern operációs rendszereken rendszerint el szokott indulni, én annó Windows 7 és 10 alatt is próbáltam és minden rendben volt, viszont nem mindig indult el 1024-esnél nagyobb felbontásban. Végül egy Win 10 alatt futó Windows 7-es virtuális gépen futtattam, ott valamilyen csoda folytán elindult 1600x1200-ban is, ugyanis hardkódoltak a felbontások a játékban. Megpróbálhatjátok hexeditorral megbuherálni, de én úgy tapasztaltam, hogy amint hozzáérsz ilyen módon a játékhoz, a seppukut követelés lehet újra installálni. Mint azt a videó elején említettem, a játék grafikája sajnos hatalmas tökönrugás, nem csodálom, ha ez a játékosok egy részét eleve eltántorítja a kipróbálástól. Ennél kevésbé igazuk nem is lehetne, de ettől még ez tény marad. Hála a cross-platform mi voltának, a Pilot Down grafikája nagyon csúnya, nagyon rossz. Maga az, hogy a karakterek rajzfilmes jellege passzol az egyébként kiváló képregényes átvezetőköz, az rendben van, és a fősünk animációi is nagyon korrektek, de sajnos minden más bőven átlagon aluli. Mosottas textúrák, steril környezet, az ellenfelek ruhái, a steril fehér hó is, mintha csak paintben lett volna színezve. Alig találkozunk normális fényeffektussal, árnyékolással, tényleg olyan, mintha a játék legalacsonyabb grafikai beállításán játszottam volna vele, pedig ez nincs így, ez legszebb formájában így néz ki, ahogy. Ezt talán csak a játék vége felé lévő hóviaros pályánál tudtam elnézni, bevallom, az még így is nagyon hangulatos volt számomra. A karakterek változatosságát tekintve viszont egyes alá, nem viccelek, meg hát ti is láthattátok, hogy az alapkatonák egy, azaz egyetlen egy fejjel készülnek.
de ez igaz a tisztekre is, sőt még a civilekre is. Az egyetlen jobban kinéző entitás az a főhősünk, külön tetszett, hogy mint például a Time Commando főhősénél, itt is egyre inkább borostás lesz az arca, de ennyi. Maguk a környezetek változatosak koncepció szinten, de mindegyik steril, élettelen és műanyag. Valahol nem tudok a játékra teljes mértékben haragudni, tudván, hogy a konzolos dolog miatt lett ilyen, de éppen ezért tövig és bőnyállal bevehette eddig is minden konzolpezent, és ha kérdezitek miért, akkor sajnos a Pilot Down az egyik legjobb válasz rá. Alapvetően korrektül terelgethető főhősünk, a gombokra jól reagál, egyedül a csendben gyilkolás fura módját kell megszokni, de ezt is legalább normálisan elmagyarázzák az elején. A célzás ugyebár a fejleszthetőség miatt ilyen béna eleinte, de sajnos a puskával való töketlenkedés az elég ciki. A tereptárgyak láthatatlan sarkai okozta gond pedig eléggé bosszantó volt, de mint mondtam, nem túl sűrűn fordult elő, végeredményben ez is megszokható és ezáltal elkerülhető. Az inventory rendszer egyébként kiváló és jól működik a Hitman korai részeiben vagy a Mafia első részében is látott pick-up mechanizmus is, amit én már ott is nagyon szerettem. A Pilot Down zenéje kellemes, bár nem túl kiemelkedő, nagyon tetszettek ellenben a helyenkénti kommandosszerű bajós, borongós melódiák, számomra legalábbis ezek dobnak az immerzión, nem véletlenül tudtam órákig elmerülni a Commandos 2-ben is. A játék hangjai erősen átlagosak, nem nevezném őket kiemelkedőknek, de rossznak sem, külön tetszett, hogy főhősünk szarrázott, vizes cipőjének slattyogását is lehet hallani. A szinkron hangok viszont érdekesek, valahogy minden szereplő túl kedvesen szólal, meg még az ellenfelek is, ami persze abszolút nem autentikus. Volt már tapasztalatom ugye a sok tekintetben hasonló Airborne Troops-szal is, de amíg az inkább a pörgősebb arcade akció jegyében zajlott, a Pilot Down még szigorúbban bánik a lopakodással, annak ellenére, hogy mégis itt a nehezebb meghalni, mint az Airborne Troops-ban. A lopakodásnak itt megvannak a saját kis házi szabályai, amelyeket a buta és kiszámítható mesterséges intelligencia és a korlátozott lehetőségek hoztak meg. Olyan ez kb. Mint a PD2-es lopakodós pályák, ha megszokod a logikátlan és realizmus nélkülöző játékszabályokat és elfogadod, hogy az ellenfelek itt tényleg ilyen buták, akkor viszont el lehet benne merülni és megkockáztatom, még jól is fog szórakozni. A pályákat meg lehet csinálni kevésbé diszkrét módon is, vagy akár ügyesen pakolgatva a képességpontokat egyfajta run and gun csendes Terminátor módon végigrohanva rajtuk, de akár szép lassan pepecselve is lehet haladni. A pályákon lévő bónusz feladatok, rejtett trófák felkutatása számomra kellőképpen fenntartotta az izgalmat, főleg azért, mert ugyebár nagyrészt ezeken múlik, hogy mennyire tudod fejleszteni a képességeidet. A 11 hagyományos pálya koncepció szinten talán túlságosan is unalmasnak hangzik, menj A-ból B-be, viszont mindig valami újat kell csinálni, hogy ezt elérjük. Tetszett a túlélési mechanizmus is, habár leegyszerűsítve abból áll az egész, hogy rohanj Kaihától tábortűzig, tehát nem egy Metal Gear Solidról beszélünk, de igazából sosem vált túl idegesítővé. A képességpontok megfelelő elosztásával, mint mondtam, akár a játék egyharmadától fogva túlságosan is hatékonyak lehetünk, főleg ha emellé még kiismerik a játék minden mechanizmusát is. Én nem biztos, hogy teljesen hangtalanná tettem volna a futást, mert sajnos ez túl könnyűvé teszi a dolgokat. Viszont ha a lopakodás így is befutsal, akkor ott van B-tervnek a használható, de nem túl vérpezsítő lövöldözés, ami elmegy mondhatni nem vészes. Viszont ha egyszer vagy a felvető dolgok begyűjtése véget maximum kétszer végigjátszottad a játékot, nem hiszem, hogy újra elő fog kerülni rövid időn belül. Összességében a Pilot Down Behind Enemy Lines olyan, mint a kakas erre pörkölt. Ránézésre geci undorító, de a belekóstolsz, rájössz, hogy igen kellemes dologról van szó. Aki nem hány epét az ilyen csupasz, steril grafikától és szerette a Commandost, vagy nehogy isten az Airborne Troops-ot, azt tegyen vele egy próbát, egy max kétszer használatos játék, aminek megvannak a saját kis tikkjei, de legalább végigjátszható, valamelyes tartalmas, és ha kitanulod, akkor igazi félistenként rombolhatsz végig a pályákon, ami, valljuk be, kurva jó érzés tud lenni. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, ezúton kívánok mindenkinek és kicsaládjának kellemes karácsonyi ünnepeket, az Úr legyen veletek, szevasztok!